A világon most már 1 milliárd ember dolgozik szövetkezetekben, ezek válságálló munkahelyek. Nagyon sok helyen képes volt a szövetkezet, mint olyan kiutat mutatni a válságból. Magyarország ezt az eszközt nem használta arra, hogy kiussunk a válságból, viszont nem késő elkezdeni. Mi sokszor mondjuk azt, hogy a szövetkezeti törvénynek az átfogó módosítására van szükség ahhoz, hogy ez a folyamat egyáltalán elindulhasson. Már 2011-ben azt mondtuk, hogy akkor cselekszik bölcsen a kormány, hogyha, vagy cselekedne bölcsen a kormány, hogyha a közfoglalkoztatásra szánt összes forrásnak a felét egy olyan alapba tenné, amiből pályázhatnak olyan motoremberek, akik helyben tudnának munkát adni az embereknek ezáltal, helyi gazdaságfejlesztésre, helyi közösségépítésre használnak ezt a pénzt. Sajnos a kormány egy másik utat választott, a közfoglalkoztatásnak a merő felduzzasztásával dolgoznak, és ezzel zsákutcába juttatják gyakorlatilag a magyar lakosságnak egy jelentős részét. A szövetkezetek ehhez képest pedig egy valós alternatívát kínálnának, egy olyan jövőképet, amelyben hosszú távon lehetne élvezni a munkák gyümölcsét, és nem nettó 49 ezer forintért havon. Hogyha a helyi gazdaságot tekintjük, akkor a helyben a közösségnek nagyon jól értelmezhető szükségletei vannak. Ez vonatkozik szociális kérdésekre, például idős gondozásra, vagy gyermekek ellátására, de vonatkozik ez a jó minőségű, nem megutaztatott, kevésbé vegyszerektől, kevésbé terhelt élelmiszerekre is. Azt látjuk, hogy ezeknek a szükségleteknek egy nagy része még nem kielégített. Hogy a szociális szövetkezeteknek és egyáltalán a szövetkezeteknek fontos szerepe, hogy kell, hogy legyen egy zöld jövőnek a kialakításában, márpedig mindannyian tudjuk, hogy a jövő az vagy zöld, vagy semmilyen.